Eddig minden a terv szerint halad a Nyíregyháza Tigersnél. A harmadosztálynak megfelelő Divízió 2-ben a Tigrisek veretlenül nyerték az alapszakaszt úgy, hogy 5 mérkőzésen 167 pontot szereztek és mindössze 33-at kaptak. A negyeddöntőben újabb fölényes győzelmet aratott az idei szezonban az építkezés szem előtt tartó együttes. A Debrecen Gladiators második csapatát úgy verte 28-0 a Tigers, hogy már az első két negyedben kialakult a végeredmény. A második félidőben nem tudtunk pontokat tenni a táblára. Ez részben a nagy melegnek köszönhető, részben annak, hogy valóban egy fiatal együttes játszott a részünkről, tehát egy megfelelőtetett gárda van, akinek a rutinja az ugye még a fáradtsággal nem egyenesen arányos, tehát egy kicsit a koncentráció az megbillent, de ezeken dolgozni fogunk legközelebb. Nagyon szerettünk volna egy olyan új generációt kinevelni, aki konstans teljesítményt tud nyújtani. Tehát nem azt szerettük volna idén kihozni a fiatalokból, hogy egy klasszisokkal teletűzdelt 3-4 importjátékossal álljunk fel, hanem a magyar bázisra építve egy konstans eredményt szerettünk volna látni a pályán. Minden meccsen a támadó csapatrész 278 yardot átlagolt, ami ebben a sportágban egy nagyon jó teljesítmény, hogyha ezt így fent tudjuk tartani, tehát ez egy olyan szám, amit ha tudunk tartani konstansan, akkor nem lehet gond, de hát a sportban nincs olyan, hogy ha. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz vasárnap, mi bízunk magunkban is, és nagyon szoros mérkőzésen, de nyerni szeretnénk. A szekszárdi rossz csontok 3 győzelemmel és 2 vereséggel zárták az alapszakaszt a nyugati csoportban. Az elődöntőben a Jászberény Wolverines verte 46-14-re a tengeren túli játékosi soraiban tudó Bad Bones. Szekszárdi nagyon jó csapat, az amerikai importjuk okán is nagyon kell rájuk figyelni. Nekik van egy olyan játékosuk, akik Amerikából a kinti egyetemi rendszerből érkezett. A védelmet erősíti, tehát nekünk a fiatal támadóknak nem lesz könnyű dolga ezen a meccsen, de összességét tekintve azért a védelmük is csak 30 pontot engedett 5 mérkőzés során, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy puha csapattal lenne dolgunk. Egy nagyon kiélezett meccsre számítunk, valójában nekünk ez is egy döntő lesz ahhoz, hogy a döntőbe jussunk. A Nyíregyháza Tigers Szekszárd Bad Bones mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasárlőti pályán. A másik ágon a Szombathelyi Cruisers a Rebels Old Boys csapatát fogadja. A döntőt július 16-án rendezik a Divízió 2-ben.